Azt hiszem, ez lesz az eddigi legdurvább és legkupisabb fiók. Nézzétek csak! Én mondtam. Sziasztok! Itt vagyok a sminkszelektálós videósorozatom valószínűleg utolsó részével. Ebben a videóban azt a fiókot fogjuk rendbetenni, amiben az alapozókat, púdereket, korrektorokat, primereket és sminkfixáló spréket tárolom, és amint látjátok, elképesztő káosz van itt. Hihetetlen, hogy mennyi minden van ebben a fiókban, és mennyire össze-vissza van itt minden. Tényleg egyszerűen már nem látom át, úgyhogy sürgősen rendet kell tennünk, és természetesen ezúttal is fogok szelektálni, tehát ami már nem kell nekem, vagy aminek lejárt a szavatossága, vagy amit nem használok, azt szépen ki fogom pakolni a fiókból. Annyira össze-vissza van minden, hogy szerintem csak így random megfogok valamit, és akkor mondom, hogy annak mi lesz a sorsa. Kezdjük akkor ezzel a Catrice Extreme Blur porpúderrel, amit néhány héttel ezelőtt vettem, ez egy limitált kiadás, és nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen marad. Az egyetlen szívfájdalmam ezzel kapcsolatban az az, hogy pár nappal ezelőtt sikerült körülbelül a felét kiborítanom a földre. A Rimmel's Tamed púder is marad, ez a 003-as Peach Glow árnyalat, ez egy nagyon jó kis mattító púder, mondjuk a csomagolását utálom, mert ilyen borzasztó, gagyi, rosszul záródó műanyag, de ettől függetlenül magát a púdert azt szeretem. Marad még ez a L'Oreal True Match púder is, ezt is nagyon szeretem, ezt egyébként általában magammal szoktam vinni a táskámban, mert van benne tükör is, meg ennek tényleg nagyon kis praktikus csomagolása van. Ezt az Essence mattító púdert láthattátok a Rémánia legrosszabb sminkjei videóban. Alapvetően nem egy rossz púder, tehát igazából nem volt különösebb problémám vele, viszont mivel már két másik mattító púdert megtartok, így ezt valószínűleg el fogom ajándékozni. Mivel most eddig kb. Csak púdereket fogtam meg, így akkor maradjunk a púdereknél. Itt van még a Maybelline Master Fix porpúder, amivel kapcsolatban nincsenek különösebb maradandó emlékeim és élményeim, úgyhogy ezt nem tartom meg. Aztán itt van még ez az Avon Mark porpúder, amit én nagyon-nagyon szeretek, ezzel szoktam fixálni a szemem alatt a korrektort, és tényleg egy nagyon finom, nagyon bársonyos tapintású púder, szóval nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen marad. Na ezzel nem tudom, hogy mi legyen, ezt nem olyan régen vettem, ez ugye a DM-nek az új sminkmárkája, a 183 Days by Trended Up, és ez egy ilyen laza porpúder. Használtam már, de igazából eddig még annyira nem voltam különösebben elájulva tőle, de szerintem ezt még megtartom és kísérletezgetni fogok vele, hogy mit tud. Egyelőre nem látok itt több púdert, úgyhogy akkor jöjjenek a sminkfixáló sprék. Itt van először is a MAC Fix Plus, ez a rózsaillatú, amit imádok, egyszerűen tökéletes. Én nem feltétlenül sminkfixálásra szoktam használni, hanem inkább csak azért, hogy elvegye a sminknek a púderességét, de hát arra egyszerűen zseniális, meg hát ez rózsaillatú, amit én nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy ez természetesen marad. Itt van még ez az Avon Mark Magix. Ez egy elég jó kis sminkfixáló, de picit olyan érzésem van, amikor ráfújom az arcomra, mint hogyha hajlakot fújnék rá. Mert egy icipicit ilyen ragacsos érzete van, viszont talán pont ennek köszönhetően egészen jól fixálja a sminket, úgyhogy ezt is megtartom. Aztán van itt két Catrice Prime and Fine sminkfixáló spray, az egyik egy matt finishű fixáló spray. Ezt szerintem megtartom, mert ebben már nincsen túl sok, úgyhogy szerintem ezt elfújogatom majd az arcomra. Ezt viszont szerintem odaajándékozom valakinek, ez elvileg egy ilyen több funkciós, hosszantartó fixáló spray, de én nem vettem észre olyan nagyon extra hatását. Aztán van itt egy Omorovica magyar királynő permet, hát ez egy eléggé fancy arcpermet, úgyhogy ezt már csak amiatt is megtartom. Egyébként nagyon-nagyon finom permetet fúj, és nagyon finom az illata is, úgyhogy ez marad. Na ezt viszont biztos, hogy nem tartom meg, ez a Méthode Jean Huber Essence de Beauté hidratáló és sminkfixáló permet. Ennek egyszerűen nem tudom elviselni az illatát, tehát látjátok, hogy alig használtam belőle, tényleg próbáltam megbarátkozni vele, de nem sikerült, úgyhogy ennek mennie kell. Van itt még egy The Body Shop Rose Dewy Glow arcpermet, amit nagyon-nagyon szeretek, már csak amiatt is, mert rózsa illata van, abszolút táskabarát mérete van,
úgyhogy ezt mindenképpen megtartom. Van itt még arcpermet? Ó, igen, van itt még egy kókuszos MAC Fix Plus, ezt mondtam már, hogy nagyon szeretem, úgyhogy ez is marad. Menjünk akkor tovább ezzel a Catrice Liquid Camouflage korrektorral, ez a 0-10-es porcelán árnyalat. Én ezt a szemem alatt szoktam használni, és nagyon szeretem, mert nagyon jó a fedése, szóval ez mindenképpen marad. Aztán itt van ez a L'Oréal True Match La Touche Magic ecsetes korrektor, ez a Rose Porcelain árnyalat. Én ezt a szemem alatt szoktam használni, és nagyon szépen kivilágosítja, illetve élénkíti azt a területet, úgyhogy ez is marad. Biztos, hogy megtartom ezt a Maybelline Instant Anti-Aged Eraser korrektort. Ez az egyik kedvenc korrektorom, ezt is a szem alatti részen szoktam használni. Nagyon jó fedése van, nagyon szépen el lehet dolgozni, úgyhogy ez nagy kedvenc nálam. Ezt az Avon Ideal Flawless korrektort is nagyon szeretem, de azon gondolkodom, hogy ez szerintem már eléggé régi. Szagoljuk csak meg. Nem, nincsen egyébként fura illata. Ennek is egyébként nagyon erős fedése van, tényleg nagyon kevés kell belőle, mert könnyen túlzásba lehet esni vele. Ez is marad. Azt hiszem kicsit sok lesz már a korrektorokból, de mindegy. A következő, ez a L'Oréal Bonjour Nudista, ez egy BB krém, és talán egyszer vagy kétszer használtam, de úgy különösebben nem szerettem, úgyhogy ennek mennie kell. A következő az a Rimmel Insta CC Primer, ez a Peach árnyalat, ami arra szolgál, hogy semlegesítse a sötét foltokat a bőrön. Ez nem egy rossz primer, de igazából tudom, hogy van itt még egy csomó másik primer is, amiket jobban szeretek, szóval ezt nem tartom meg. Aztán itt van ez a Catrice Prime and Fine alapozó világosító, és ebből van egy alapozó sötétítő is valahol. Ja, itt van! Igen. Szóval ezeket mindenféleképpen megtartom, mert nekem ezek nagyon-nagyon beváltak alapozó világosításra, illetve sötétítésre is, hogyha ti is kerestek ilyen terméket, akkor tényleg jó szívvel tudom ezeket ajánlani. Van itt még egy ilyen Maybelline korrektor, természetesen ez is marad. Itt van ez a Bourjois Healthy Mix BB krém a 02-es medium árnyalatban. Ennek ilyen nagyon szép, egészséges, ragyogó finise van. Én nagyon szeretem, úgyhogy ezt is megtartom. Aztán itt van ez a Physicians Formula Nude Wear alapozó, ez a Light per Medium árnyalat. Ennek egy iciri-picirit sötét a színe, egy ilyen világosabb kellene belőle, de a Catrice alapozó világosítóval remekül tudom használni, és egyébként nagyon szeretem ezt az alapozót, mert nagyon szép a finise, úgyhogy ezt mindenképpen megtartom. Biztos, hogy marad ez a Revlon Colorstay alapozó is, ez a kombinált olajos bőrre való verzió, már nincs is egyébként túl sok belőle, ami nem véletlen, mert ez az egyik kedvenc alapozóm, úgyhogy ez marad. Viszont van itt azért néhány dolog, aminek mennie kell, az egyik ez az Alverde Color and Care alapozó, amit nem is tudom, hogy próbáltam egyáltalán, de igen, próbáltam, mert itt a kupakja maszatos. Illetve ezt a Rimmel Lasting Finish alapozót sem tartom meg, de ez csak amiatt, mert már baromi régi, tehát legalább 3 vagy 4 éves drogériás viszonylatban egy nagyon jó kis erős fedésű alapozó, de sajnos mondom, ennek mennie kell, mert ez már nagyon-nagyon régi. Ettől a Revlon Colorstay korrektortól is megvárok, bár az alapozót azt nagyon-nagyon szeretem, de ez a korrektor nekem nem igazán jött be. Olyan semmi extra, meg már ez is nagyon régi, szóval azt hiszem, hogy ennek már a kukában van a helye. A Catrice HD Liquid Coverage alapozót mindenféleképpen megtartom, mert az egyik nagy-nagy kedvencem, bár a csomagolása az gyakorlatilag már kezd szétesni, de mindegy, maga az alapozó az szuper, úgyhogy marad. Aztán van itt két Estée Lauder Double Wear alapozó is, igazából ezeknek a keveréke adja ki számomra a tökéletes árnyalatot. Az egyik az a Scent, a másik pedig a Porcelain, és hát az Estée Lauder Double Wear alapozóról már szerintem beszéltem többször több helyen, nem kérdés, hogy maradnak. Van itt egy Avon Ideal Flawless korrektor, ez egy ilyen kis tégelyes, krémes korrektor, és nagyon szeretem, mert nagyon erős fedése van, tehát ez bőrhibákra tökéletes, úgyhogy ez mindenképpen marad. Van itt két Catrice Camouflage színkorrigáló korrektor, az egyik az a barack színű, ez ugye a szem alatti karikák
elfedésére szolgál, a másik pedig a zöld, ami ugye a pirosságot segít elfedni. Ezek egyébként nagyon jó kis korrektorok, tehát ha valaki az előbb említett problémákra keres terméket, akkor nagyon tudom ezeket ajánlani, de én gyakorlatilag alig nyúltam hozzájuk az elmúlt körülbelül egy évben, úgyhogy így azt gondolom, hogy nincs értelme, hogy itt álljanak a fiókban. Ezt a Maybelline Master Conceal korrektort megtartom, mert ez egy nagyon jó kis krémes, erős fedésű korrektor. Van itt egy MAC Strobe Cream, én ezt nagyon szeretem smink alapként használni, úgyhogy ez marad. Ezt a Catrice Prime & Fine Goodbye Pores Primert, ezt nem tartom meg, mert igazából olyan különösebben nem szerettem, és van még itt pár másik primer, amit valószínűleg meg fogod tartani, úgyhogy ennek mennie kell. Ezt a L'Oréal Infallible alapozó stiftet nagyon-nagyon szeretem, ez az egyik kedvenc alapozóm az elmúlt hónapokban, úgyhogy ez biztos, hogy marad, és szerintem fogok is hamarosan venni belőle, mert már igen csak fogy. A Catrice Light Correcting Serum Primert, ezt biztos, hogy nem tartom meg, ez egy ilyen ragyogásfokozó primer, amikor én felkentem a fejemre, akkor úgy néztem ki, mintha zsírban tocsogna az egész arcom, úgyhogy ez sajnos nekem egyáltalán nem jött be. Van itt egy ilyen kis Guerlain Meteorite smink alap, hát ezt megtartom, mert ez egy ilyen kis picike utazó kiszerelés, szóval nem foglal nagy helyet, mert hát azért mégiscsak Guerlain, úgyhogy ezt el fogom használni. Következő az a Clinique Anti-Blemish Solutions folyékony alapozó, amit nagyon-nagyon szeretek, de az árnyalatát elképesztően benéztem, szóval nagyon sötét nekem, úgyhogy ezt is csak alapozó világosítóval tudom használni, pedig egyébként ez egy nagyon jó kis alapozó, szóval ez is mindenképpen marad. Ezzel a Clinique Fit alapozóval nem tudom, hogy mi legyen, ez kifejezetten egy ilyen sportoláshoz kifejlesztett alapozó, 40-es fényvédő van benne, és egy ilyen nagyon-nagyon folyós állagú alapozó egyébként. Szerintem megtartom, mert hát ha jövő nyáron még hasznát tudom majd venni ennek. Ezt a Pupa Sport Addicted smink fixálót, ezt igazából nem nagyon szeretem, egészen konkrétan a szórófeje miatt, mert össze-vissza fúj. Szerintem ezt kidobom, mert egyszerűen használhatatlan ezzel a szórófejjel. Ezt a 183 Days smink fixálót csak amiatt vettem meg, mert hogy írtó cuki a csomagolása, és emiatt meg is fogom tartani. Azt nem tudom, hogy mennyire fogom elhasználni, mert mint sminkfixáló annyira nem vagyok tőle elájulva, de a csomagolását azt imádom, és nincs szívem kidobni, úgyhogy ez marad. A L'Oréal Infallible 24 órás matt alapozót szerintem ki fogom dobni, mert borzasztó régi már, és a tubusa is tök undorító. Egy hajszál is van rajta. Ezt a Maybelline Superstay alapozót viszont megtartom, mert nagyon szeretem ennek a finisét, meg a fedését. Sajnos ez is sötét, de ahogy mondtam, alapozó világosítóval ezt is el tudom használni, úgyhogy ez marad. Na már kezdem látni a fényt az alagút végén, nincs már sok hátra. Van itt még kettő ebből a NYX Total Control Drop Foundationből, ezek ilyen kis cseppentős folyékony alapozók, és szerintem talán egyszer használtam őket, vagy valamelyiket a kettő közül, mert hogy ez nagyon világos, ez meg nagyon sötét, és talán mint azt olvastam volna valahol, hogy ezeket is lehet amúgy használni alapozó világosításra, illetve sötétítésre, szóval szerintem valamelyiket a kettő közül meg fogom tartani, az egyiknek biztos, hogy mennie kell. Van itt még két primer, az egyik az a NYX Shine Killer, a másik pedig a Smashbox Photo Finish olajmentes primer, és azért mutatom így együtt őket, mert nem tudom, hogy melyiket tartsam meg a kettő közül, mert igazából mindkettő egy ilyen mattító primer. Valamelyiket azért meg akarom tartani, de nem tudom, hogy melyiket. Na, ezt még eldöntöm. Van itt egy Kiko púder, ez egy ilyen rózsaszínes árnyalatú fixáló púder, egyébként nagyon kis kompakt. Ezt amiatt fogom megtartani, mert hogy ez egy ilyen nagyon jó kis táskába dobós púder. Én a mattító hatásától azért annyira nagyon nem vagyok elájulva, de arra mondjuk jó, hogy így napközben egy picit lemattítsa az ember a bőrét, úgyhogy ezt emiatt megtartom. Na mi van még itt? Ó, igen, az a Smashbox Photo Finish Primerizer, kettő az egyben primer és hidratáló, ez rohadt drága volt, úgyhogy már csak emiatt is megtartom és el fogom használni.
Nem rossz egyébként, de azért azt nem mondom, hogy olyan hű, de brutálisan jó. Erről a primerről már eléggé sokat beszéltem, ez a Clarence SOS Primer, ez a 02-es peach árnyalat, és ez segít a bőrtökéletlenségeket egy picit elhalványítani. Szóval nagyon szeretem, és mindenképpen marad. A következő az az Essence Brighten Up Banana Powder, amit a szem alatti korrektor fixálására használtam, és igazából nem voltam különösebben elájulva tőle, sőt, úgyhogy ezt nem tartom meg. Úristen, még mindig egy csomó minden van itt. Ó, az egyik az az Avon True alapozó, a másik pedig az Avon Ideal Flow lesz alapozó. Na most ez egy ragyogó finishű alapozó, ez pedig egy matt alapozó. Hát ebből is mennie kell valamelyiknek, de azt még eldöntöm, hogy melyik. A következő az egy primer, mégpedig a The Body Shop All-in-One Insta Blur primer, ami nem egy rossz kis sminkalap, de igazából azon gondolkodom, hogy kell-e nekem még egy sminkalap, mert már egy párat megtartottam. Hát szerintem ezt megtartom, mert ezt szerettem azért. Van még itt egy Clinique Super Balanced alapozó a 05-ös Silky Ivory árnyalatban, és ezzel kapcsolatban most így hirtelen semmi nem jut eszembe, hogy ez milyen is, és hogy szeretem-e. Úgyhogy ezt megtartom és használni fogom, mert tényleg ez az alapozó, ez így teljesen kiesett nekem. Van még itt néhány ilyen kis bársonytok, ami púderekhez járt, meg ez azt hiszem az Estée Lauder alapozónak a kupakja. És ez itt egy Love Perfectitude Aura Glow Primer. Ezt biztos, hogy nem tartom meg, mert tényleg annyi primerem van már, biztos, hogy nem használnám el. Tehát tényleg nincs kapacitásom ennyi primert elhasználni, nem is használok ennyiszer primert, és ezt talán egyszer vagy kétszer használtam, úgyhogy szerintem ennek valaki nagyon fog majd örülni. És már csak két púder van hátra, úgy látom. Az egyik az a Pupa Like a Doll púder, ebben 15-ös fényvédő van. Ez egy ilyen kis kompakt púder, tükör is van benne, és egyébként egy nagyon jó kis mattító púder. Úgyhogy ezt megtartom, viszont ezt a NYX HD púdert, ezt én nem szerettem különösebben. Pedig sokan imádják, de nem tudom, nekem valahogy nem vált be, úgyhogy ennek mennie kell. És yes! Kiürült a fiók, úgyhogy gyorsan kitakarítom egy kicsit, és aztán szépen visszapakoljuk bele azokat a dolgokat, amik megmaradtak. Közben döntöttem itt a kérdéses termékeknél is, hogy melyik menjen és melyik maradjon. A két NYX alapozó közül a világosabbikat fogom megtartani, mégpedig azért, mert ahogy mondtam, ezt alapozó világosításra is lehet használni, úgyhogy ez marad, a másik pedig megy. Ugye ez a két primer is kérdéses volt, mert hogy nagyon-nagyon hasonlóak, de úgy döntöttem, hogy a Smashbox marad, a NYX-nek pedig mennie kell. És végül a két Avon alapozó közül ezt az Avon True Calming Effects alapozót fogom megtartani, mert hogy ennek eléggé narancssárgás az árnyalata, és szerintem nagyon-nagyon elütne a bőrömtől, úgyhogy ennek sajnos mennie kell, és ez pedig marad. És íme így néz ki a végeredmény, hát nagyon büszke vagyok magamra, mert szerintem nagyon szép és nagyon átlátható lett így ez a fiók. Még azért most is eléggé sok minden van benne, de ugye itt olyan termékek vannak, amik eleve nagyobb helyet foglalnak, tehát alapozók, sminkfixáló, sprék, primerek, de én azt gondolom, hogy azért most sokkal átláthatóbb a helyzet, mint amilyen volt a videó elején. Összesen 22 terméktől búcsúzok el,
ami azért eléggé durva. És az az igazság, hogy megtartottam pár olyan terméket, amivel kapcsolatban nem vagyok biztos 100%-ig, hogy jó ötlet, hogy megtartom, de azokat most használgatni fogom az elkövetkezendő hetekben, és hogyha annyira nem vagyok odaértük, akkor azoktól is el fogok búcsúzni. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy azért valamilyen szinten hasznos volt és tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is. És nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!